sok ilyen gyakorlat van, tehát a Józsihoz visszatérve, a gyakorlatok itt, különösen az elején, sablon gyakorlatok. Ez nagyon egyszerű fölfogni, három hely van az asztalon, tenyeres közép sarok, és ezt a három helyet úgy kombinálod, és annyi fajta gyakorlatot csinálsz, amennyit akarsz. Tehát ez egy egyszerű számtal. Csináljunk mondjuk négy gyakorlatot kezdő gyereknek. Van, aki kezdő gyerekekkel foglalkozik? Mondjuk nálad. Tessék! Mondjuk Csabi, te milyen gyakorlatot tudnál mondani a kezdő gyerekeknek? Hát mi elkezdődik a tenyeres mondtál, az elindítunk, hát azután a galopálásai. Így van. Megvannak, és akkor az asztal különböző részeiről. Helyes. Na, akkor mondjuk 3-4 gyakorlatot, gyere ide, akkor te most együtt csináljátok. Te is maradj. Mondjuk 5 gyakorlatot, amit a te csoportodban szépen lehet alkalmazni, csak tenyeres tanult még a gyerek. Kezdjük el. A legegyszerűbb ugye csak egy helyről keresztbe. 3 napra. Tempó érzéke jó a gyereknek, mondhatod, hogy nagyon jó, érzi a tempót, ugye egy kicsit jobban menjen előre a teste, így korrigálnád ugye. Kész. Jó? Menjen a gyerek mondjuk onnan kontrázol ide, keresztbe. Mind a kettő kiáltás, ezt a kiállással most is lehet az elején, hogy az ne legyen. Tehát az nem jó, ha odáll, ugye? Odálljon, mert ha arra kell mozdulni, akkor így van. Ez egy másik gyakorlat. Menjünk, hozzuk össze, mondjuk biztonság kedvéért. 2 tenyeres sarokra, 2 középre, 2 ponákra, és mindent tenyeressel csinálni. Lassabban csináljátok majd, hogy a kezdő gyerekek ennyire gyorsan nem tudják. Igen. Például ezt, ha így a gyakorlatokat változtatod, és csak 4-5 percet csináljátok, és van vagy 6-8 gyakorlatot, akkor nem lesz unalmas az edzés. De hogyha mondasz egy gyakorlatot, és 15 percig azt csinálják, az a gyerekkel, hogy a harmadiknak nem fog jönni edzésre. Tehát 3 percig, na ki az, aki legügyesebben oda tud menni, akkor mondjuk most legyen ott kettő, amit velem csináltál. Gyerünk! Fékeljük meg azzal, hogy ez az alapgyakorlat, és mondjuk onnan a másodikat be kell fejezni. Tehát az a tetőpontjában kicsit hátrébülsz, és befejezed. Tehát egy kicsit előkézzel, fölne kezed, a másodikat. Tehát például ezt is mondhatod, akkor jó, kedvük. Mondhatod, hogy na most már gyorsabban csináljuk, gyerekek, egy-egy-egy, akkor próbálj, egy-egy-egy. Tehát ezek az úgynevezett sablon gyakorlatok. Ugye, onnan már nagy step-kel lábunkra, onnan már a sarokból, ha oda mondod vissza, tehát nem azt mondod, hogy középre jön és úgy ide, hanem onnan egyből a tenyeresre, akkor már nagyobb lépés kell, nagy, ez a nagy step, nagy szög. Jó, egy kicsit ezt, lassabban. Így. Aztán mondjuk még egy olyat, hogy egy ide, egy rövid szögdelés, egy vissza, és innen egy nagy. Tehát egy, csak tenyeressel. Kicsit hátrébb legyen hely a kezednek. Ez volt 5-6 gyakorlat. Lehet onnan, hogy egy oda. És akkor már van 6 gyakorlatot, hogyha az a kis, mondjuk 4-5 kezdőgyerek ott van, azt a 6 gyakorlattal 6x3, 6x5 perc, 30 perc, a másik is csinálja, 30 perc az már
egy óra bemelegítéssel, 10 perc, kis ügyességi gyakorlat után. Ez egy óra, 20-15 perc, és a gyerek nem fog unalomba hazamenni, hanem élvezi az edzést, és meg tudod oldani. Ha lehet, 6-8 ilyen gyakorlatod van, az elég a kezdőnek, aki csak tenyeres tud kontrázni. Tehát akkor szépen a kezdő edzésen ilyeneket alkalmazol, akkor vigyázol arra, hogy jó, nagyon fontos sarkalatos pontok, hogy a test az, hogy megy előre, mi menjen előre, és az utána jöjjön, azzal, abból a lendületből jön vissza. Most ez azért fontos, mert később a pörgetésnél van, aki így csinál. Megszakítja, mondjuk nézzük meg Timo Bolt, vagy Michael Mace, bal kézzel. Különösen így a technikán vő. Állandóan sérült. Nézd meg Samsonovot. Az úgy megy, mint egy lebeg a lebegőbe, szinte soha nem sérül. Ugyanis nem vágja, nem fékezi be a csipőcsorba az egész ízületében, az egészet nem vágja be. Ez a fékező mozdulat, ami hihetetlen nagy edzések után ugye hihetetlen nagy kárt okoz az izomzatban, és állandóan sérültek ezek a játékosok. Ezért nagyon fontos a technika. A kínaiak azok nem szoktak sérültek lenni, mert ezeknél a technika azon az erővel, amivel előre megy, már vissza is jön. Tehát nem fékezi be a mozdulatot, és egy új mozdulatot kezd el, hanem tulajdonképpen azzal a mozdulattal jön vissza. Harmonikusan az egész. Próbáljuk erre is ügyelni, hogyha oktatunk, hogy ne legyen olyan, hogy megszakad, és nagy erőkifejtéssel az izomnak vissza fékező mozdulatot ad. Tenyeres kontra, ugye ne legyen hosszú most már, utána jön a fonák kontra, ami mint elem, és akkor ezt összekötöm a gyakorlatokkal, tehát nézzük a gyakorlatokat, amiben már azért a fonákot is meg kell mutatni, hogy hogy néz ki, csak utána tudok gyakorlatokat mondani, mert csak tenyeres gyakorlatot nagyon nehéz. A fonáknál van egy alapvető változás, amikor még régen tanultátok a edzőit, vagy aki régen végzett, meg a mostani között óriási különbség van, és ez nagyrészt a fonák miatt van. Kontrázatok fonákkal nézzük meg, hogy elemezzük a mozdulatot, hogy mi a hiba ebben? Na van, elég sok. Mi a hiba abban? Abban is van elég sok. Az első hiba, nincs elég fönn a kéz. A fonáknál fönn kell lenni a kéz. Nem minden játszani, hanem itt fönn kell lenni a kézek. Menjen fönn. Fönn. Ugye, beszélünk a fonák kontráról. De most már a fonák kontra is lassan megszülőben lesz, hanem a fonák húzás van belőle. A lényeg az, hogy a fonáknál még most is így tanítják sokszor a modern pingpongban, hogy így húzzad. Így húzzad. Ez a lényeg, hogy fönten legyen, így legyen, tehát. És hol van a láb? Bal lábban előre egy picit, nem a jobb láb, régen a jobb láb volt. Tehát itt van fönn, és a végén ugye rá borítsz, tehát végig fönn mozog a kezem, ugye, én rájuk borítok, és akkor ha így van a kezem, akkor ebből tudok majd pörgetni is, ugye, kontrázni is, pörgetni is. Tehát ugyanakkor a helyzetből indul, és följebb jön a kéz, tehát ha oktatod a fonákot, az lényeg az, hogy följebb legyen a kéz. Ne legyen így a könyök közel, hanem egy normális távolságban. Éppen ezért szoktak ide tenni valamilyen kényszerítő eszközként, de mi tudom, egy nagy darab szivacsot, hogy a gyerek nem így játszol. Mert van, aki így játszik. Tehát fönnben a kéz, bal láb lazán egy picit elől, de majdnem, hogy egy egyenlő helyzet van, picit elől, hogy ebből ugye jobban ki lehessen majd fordulni, illetve a tenyeres folytatni innen. Tehát fontos a távolság.
Ne nagyon rajta legyél így az asztal, az nem jó. Egy hosszú labda jönne. Viszont ne legyél így se, ez se jó. Az alapkontránál, illetve az alapörgetésnél sem. Hanem legyél itt, ebből a helyzetből tudod ezt folytatni. Próbáljátok így csinálni. Hogy megyek, vagy már mennyire van beidegződve. Nálad egy kicsit rá kell borítani. Tehát cuklóddal. Ez az ugye egy kicsit úgy ráborítasz, hogy jó? Ez az egy fonálkontra. Na most ezt a fonálkontrát csak magával, ugye mint második elemet oktatod, hát ezt már össze kell vonni a tenyeressel szinte azonnal. Egyszer kontráznak, utána egyenesen kontrált. A fonák egyenes kontránál fontos ugye, hogy ne így kontráztas, hogy így vagy és csak így játszasz, hanem kicsit a törzés fordul, és végre mind az ütő itt van a tested közepén. Alaphiba. Épp minden nem kontrázhat. Ha ide jön, ide kell lépni, mindig ugyanabból a testhelyzetből indítsd a fonát. Soha innen nem. Ha ide jön a labda, akkor ide kell jönni. Tehát ez a laza mozgás nem szégyen az, ha közép felé is elmozdul valaki fonáknál. Ezen a helyzeten belül mindig optimálisan úgy kell állni, hogy a tested közepéből induljon a mozdulat. Tehát ez a lényeg a lábmunkának, a vonáknál. Fogjuk most össze, hozzuk most össze a tenyeressel. Csináljuk egy olyan, tehát a második fázis, hogy már gyerekek kontráznak vonákkal, és már tenyeres megtanulták, akkor nézzük, hogy mit tudunk adni. Mondja Rüli. Nekem azt tűnt fel, most, hogy innen így figyelem, mint én jóval játszottam, belegítettem, meccset is játszottam. Most így innen nézve azt, mert mind a kettő magától távolra ütik, majdnem előre nyújtott karral a fonát. Ez egy másik hiba lehetőség, nem így kell kontrázni, hanem ide kell engedni, hogy ez az alkar is megfelelő szerepet kapjon. Van, aki csak így játszik. Tehát ez sokkal nagyobb csukló munkát igényel, mert precízebb mozdulatot. A fonáknál fontos az alkal szerepe. Fontos az alkal. Na most mondok erre egy példát, ami a világbajnokságon történt meg 2003-ban, amikor a játékosok világbajnok lett. Egy ok arra, hogy miért lett ő világbajnok. Játszott a Wang Bicsinnel és a Kong Linghu-jal, a kínai válogatott edző, aki most a miniszter helyettes Kínában. Az nem nagyon fordult, Cai Cehuának hívják, az nem nagyon fordított a fonákra a figyelmet. Kong Linghu így húzta a fonákat, és hihetetlen óriási tenyerese volt. Az én játékosom sláger pedig innen húzta, különböző. Tudta így húzni, mindent tudott csinálni a fonákkal. És a két játékos tenyeresek között nagy különbség volt a kínai javára. Tehát az annyira keményen meg jó pörgető, vagy Wang Bicsin is olyan, hogy esély nem lehetett volna a tenyeres oldalon, annyival jobbak voltak, megpróbáltuk közel tartani slágert mindenképpen, és közelről különböző effektusú labdákkal, lassúval, gyorsan, az alkar erő figyelembe vételével kihasználni ezt a fonák adta előnyt, amire nem koncentrált Kína. És így tudott világbajnok lenni, egy kis szerencse is közel játszott meslabdáról, de a feje is jó volt, és így tudott világbajnok lenni. Na most utána jött 2004-ben a Liu Guoliang, a válogatott edző, az már ezt a hibát nem követte el. Fölfejlesztette a kínaiaknak a fonákját. Meg kell nézni, a kínaiaknak van most már a legjobb fonákjuk is. Malongnak olyan fonákja van, hogy ez hihetetlen. A mostani világbajnok, a Zhang Yikennek, hát ez hihetetlen fonákindítással, meg minden. Tehát okultak a példából, tanultak, és elkezdődött a fonák fejlesztése. Ez megváltoztat, és azóta nem is kaptak ki. Még utoljára kikapott az olimpia 2004-ben a Wang Hao a Ryu Segmintől, de ott azért érdekes, mert a Wang Hao ez így játszik, tehát a kínaiaknak van egy vonala,
amit már 96-97-ben a Van Kao már így tanult meg játszani, hogy a belső oldalával játszik, tehát nem így, mint a hagyományos japán meg a koreai, hanem így. És Athénban az olimpián, ott elég nagy volt a klíma, az a szél, ami jött a klímából, olyan húzat volt, hogy pontosan elkapni így a labdát nagyon nehéz volt. És a labda így remegett, és rengeteg hibát követtek el belőle, míg a Ryu Seung-min ilyen koreai stílusban telibe találta a forrákot, és nem volt, vagy például Varner négy között volt ezen az olimpián, és ő nem tudott így lepörgetni, vagy tudott, de nem csinálta. Nem, ilyen finoman, ami már mostani mai stílusban már ez alapdolog, nem tudta csinálni, de miután elég nagy volt a klímának a mozgása, klímától a levegő mozgása, éppen egy kedvezett a Varnernek, hogy puff, telibe vágta, és megvert a Malin meg ezeket a játékosokat, és négy között volt. Tehát visszatérve a fonák helyzetére, illetve ahonnan elkezdtem, hogy ez a fonáknak az alkal szerepe fontos, éppen ezért, ahogy te mondod, Józsi, nem jó az, ha valaki innen csinálja a fonákot. Jöjjön közelebb, és engedje közelebb magát, és innen minden benne van ebbe. Ebből, az fontos később a fonák pörgetésnél, hogy ez a fajta fonák középről nagyon jó átvenni a szerepet, a pörgetést, minden, de ha neked kell megcsinálni, akkor innen nem tudsz akkora erőt fejteni, éppen ezért, ha egy lassú drop jön, akkor ezt egy kicsit ki kell engedni, és innen kell pörgetni a nagy pörgetést. Ez csak úgy közbeszúrva a fonák pörgetésnél, most még egy a fonák kontránál tartunk, és a gyakorlatok összehozásánál, de a fonák pörgetés az amik legfontosabb elem a mai pingpongban, az előbb-utóbb a sokfélesége, 5-6-7 féle fonákot kell majd alkalmazni, ha valaki jó játékos akar lenni. Az nagyon fontos, hogy ezt már most megjegyezzük. Most ott tartottunk, hogy a fonák kontránál, ez ugyanaz, mint a pörgetésnél, ezek az alaphibák, amik szoktak lenni, ne olyan távol legyen, ne csak a csuklók, ne lentről fölfele menjen a mozdulat, hanem föntről olyan és úgy húzzan, ugye, azt lehet, hogy tehát föntebb legyen a kéz, középen a testednél mozdulj rá, ezek az alap dolgok. Most hozzuk össze a gyakorlatokat, hogyan lehet a tenyeres utána fonákkal, tehát hogyha mondjuk ott tartasz, hogy kezdő gyerekeid vannak neked, és akkor mondjuk gyakorlatokat akarsz neki adni, de már fonákot, kontrázást is megtanultál. Nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokat, te miért szoktál adni például? Hát szoktuk azt, hogy a szervoknál tenyeres... Ja, várjál, hol a szerva még? Még nincs szerva. Ha most kezdő gyerekekkel van, vagy kontra szerva után, majd mondjuk még. Igen. Majd a szerva következő lépés. Tehát egy simán átlökök labda után egyenesen indítsa meg tenyeressel, tehát üsse meg egyenesen, nem keresztben. Igen. És akkor a másik fonákkal induljon a fonákra. Ő pedig próbáljon a fonákról a tenyeresre indulni. Tehát azt mondod, hogy az a gyakorlat, te gyertek ide, egy tenyeres egyenesen, igen, és egy fonátot keresztbe. Ez a gyakorlat. Egy tenyeres, egy fonát. Tessék. Följön a kézzel, ugye úgy próbál. Ide kezdjél a tenyeres. Kicsit hátrébb a testeddel úgy próbálja, amit mondtunk, annak megfelelően. Egy gyakorlat. Na, hozzuk össze három helyen ezt a gyakorlat. Lehet úgy, hogy egy oda, egy középre, egy fonákra. Akkor már ez már egy újabb gyakorlat. Kezdjük el ezt. Tenyeres, közép, fonák. A mozgás, lábmozgás, figyelj, kis lép. Nincs ráborítva a fonáknál, próbáld ráborítani. Most ráborítva. Ez is. Mondjuk még más. Lassabban csinálják. Kérdődjük. Lassabban. Nehéz neki lassabban.
Konár közép, konár tenyeres. Tessék, Attila mondta, konár közép, konár tenyeres. Most már bejöhet az úgynevezett, hogy mondjam, nagyon híres Falkenberg gyakorlat is, ugye, ami már a kiállással is összefügg. A Falkenberg, ugye a Svédországban van egy pingpong centrum, és annak van ez a gyakorlata, ami egy hihetetlen egyszerű gyakorlat, de elnevezték Falkenbergnek. A fonák tenyeres, tenyeres. Tehát kifordul és ezt hívják Falkenbergnek a pingpongot. Ha halljátok, akkor tudjátok. Falkenberget játsszál, tessék. Most az Attila játszott Falkenberget, jó? Attila fordul ki. Tehát itt már több lehetőség van, ha már tenyeres is tudják, mert megtanulták. Hozzájön a fonák, már akkor a gyakorlatok függvényében már többet tudunk ilyen sablon gyakorlatokba előre menni. Sőt, most már bejönnek azok a gyakorlatok is, amelyek nem teljesen sablon gyakorlatok lesznek. Még olyat is majd adunk, ez megnehezíti majd a lehetőséget. De most nézzünk még egy pár ilyen sablon gyakorlatot, a fonák kontránál tart a gyerek. Legyen kis Falkenberg, nagy Falkenberg. Tehát fonák tenyeres közé, fonák tenyeres sablon. Mindig a tetején kapja el, megfelelő távolságban. Még egyszer. Fonák, nem. Fonák, kiáll tenyeresre közé. Fonák, kiáll tenyeresre. Tenyeres salok. Fonák, tenyeres közé. Fonák, tenyeres. Nagyon sok lehetne még. Mondjuk még egyet vagy kettőt, amit szoktatok esetleg alkalmazni. Amit ilyen sablon gyakorlatok, fonák és tenyeres összevonásával. Nyolcos. Az egyik keresztbe kontrázik, a másik egyenesen. Tessék! Na, nagyon jó. Aztán. Mondhatunk egy olyat, hogy már egy kicsit nehezítsük, mert mondjuk eltelt egy pár hónap és van egy pár ügyes gyerek, aki már behúzott szemmel tudja ezeket. Akkor még nehezítsük egy kicsit nekik, hogy jobban szituatív módon döntés elé hozzátok a gyerekeket. Például azt mondjuk neki, hogy az a gyakorlat, hogy innen kezdjük középről, közép, és utána a másikat lehet, hogy tenyeresre, lehet, hogy fonákra kapod, de nem tudod, hogy hova. Tehát közép, sarok. Közép, sarok. Próbáljuk ezt. Na, mert látszik, hogy ő már csinálta ezt, mert nem esik pánikba. De ez már egy bizonyos jellegű. Intuíciót feltételez, illetve meg kell szokni ezt, ugye, hogy kiválom az utolsó pillanatig, és utána csinálom meg a mozdulatot. Lehet egy ilyesmi hasonló gyakorlatot csinálni, ilyen fél reguláris gyakorlatot, hogy mondjuk az első tenyere, a fonák keresztbe megy, utána a második mehet oda is, meg oda is. Nem tudod, hogy a fonák után középre vagy tenyeresre kapod. Tessék, te csinálod. Van, mit sokkal jobb, tessék. Tehát, fonák, vagy tenyeres, vagy közé.
Konák, Konák, tenyér, Konák, közé. Tehát ő dönti el a játékos. Tehát szerintem ezeket vagy jegyezzétek meg, vagy írjátok fel, mert hogyha eleve 15-20 gyakorlatotok van edzése, és ezt így kapásból ki tudjátok dobni a gyereknek, nem fogja megúrni az edzést. Mert sokszor az van, hogy azért hagyják abba a gyerekek a pingpongot, mert nem tudnak az edzők gyakorlatot mondani neki, és megúrják. Higgyétek, hogy rengetegszer így van, sajnos nagyon sok helyen, az edzők nem is gondolnak rá. Éppen ezért próbálok most ezen az edzői megbeszélésen olyan aktuális dolgokat mondani, amivel meg lehet a gyerekeket tartani a teremben. Tehát például most már 15-20 gyakorlatot, csak a sablon gyakorlatokból, most egy kicsit ilyen félreguális gyakorlatból, hogyha már tudtok 15-20 gyakorlatot, akkor már jobban le tudjátok vezetni az edzést, és a gyerek is azt mondja, hú, még ilyet sose csináltuk, hú, ez mennyivel nehezebb. Megcsinálhatjuk mondjuk azt, hogy most egy tenyeres, egyenesen, második közé vagy korán. Ő tenyeres egyenesbe, és akkor te középre vagy korán. Tenyeres, közé. Tenyeres, korán. Tenyeres, próbál. Na most itt nagyon fontos az ütőnek a helyzete. Soha nem mehet le, mert hogyha megkontrálod, és akkor itt az ütőd, akkor hogy jön ide a forrákhoz, mint ütőszélre lesz. És sokszor nem megy az embereknek, mert várja lenne a labdát. Tehát ez maradjon így fönn, tehát így játszol az illető, ez nagyon fontos, mert a helyes ütőtartásnál ilyen gyakorlatokkal, ami nem teljesen regulális, ezzel ki lehet szűrni az alaphibákat, és fönntartja a gyerek a kezét. Nagyon sok ilyen gyakorlat van még, de ha ezen elidéznénk, akkor soha nem lenne vége. Most hol tartunk? Hány óra van? Hú, már egy órája megy, ugye? Nem mindegy. Én úgy terveztem, hogy 3 órát csinálunk, az úgy jó? Jó. Akkor nem is tartunk szünetet, vagy... Egy azért tartunk szünetet. Tartsunk, jó. Akkor mikor akarjátok a szünetet? Egy fél óra múlva. Jó. Oké, rendben. Tehát, ott tartottunk, hogy tegyed pont. Most utána jön, ugye, most jön a szerva, ugye? Mert a következő elem a pörgetés lesz, és ugye, hát mondtam az öreg Jóos Józsi bácsinál, ugye gyakorlatilag a szerva, utána visszanyesték, a pötyögés, és utána ezzel együtt jön a szerva, gyerünk, pötyögünk egy kicsit. Ez is nagyon fontos lesz, a tenyeres pötyögés miatt, hogy sokszor ide tanítunk tenyeres pötyögés, hogy az lehet, ahogy lepattan rögtön, meg kiválva. A modern, amikor lepattan, és úgy rakom vissza, mert úgy tudom röviden lerakni, de ha így csinálom, az nagyon jó kell kéznek kellene, hogy rövid legyen. Konáta próbáljon most. Konáta nehéz nagyon rövid. Egyből, van aki tudja, ahhoz jó kéz kell, hogy egyből így röviden kiválva. Mindenképpen nagyon fontos, rakja egész szélre oda. Akkor bal lába jössz mindenképpen, ha egész ide jön, bal lába jössz. Amúgy majd az indítás meg ezeknél, jobb lábbal kell előre jönni. Ha az asztal szélénél van, akkor így kell jönni, mindenképpen bal lábbal. Csak úgy közbeszúrva. Párhuzamosan ezzel jön a nyesés, ugye, szervából. Nyesett szerva, és utána jön ebből a pörgetés. Pörgetés, ami az asztali tenisznek most már a legfontosabb eleme. Ennek a változása és ennek a kezelése alakította az asztali tenisz fejlődését. Nézzük meg a régen, ugye, engedd le, és innen vidd föl, így az ütőt. Na, ezt kell gyakorlatilag lerövidíteni. Egy a közös benne, hogy a találkozásnál az a érzés, amikor megciccen a labda, tulajdonképpen elkapod, a
az egy olyan finom, vékony mozdulat legyen, hogy az adja meg a pörgetésnek a lényegét, a pörgést. És ezt most rövidebb mozdulattal kell csinálni, nem ilyen nyújtott karral, ugye? És attól függően, hogy mekkora nyesés. Ez a fázis, ami fölfele megy, nagyobb, ha nagyon erős nyesés van, ha kicsi a nyesés, ez a fázis rövidebb, és jobban más szögbe csapódik rá. Nagyon fontos ugye a vál szerepe, onnan jön végig a könyökön keresztül csukló, és a végén még az új szerepe is játszik valamit a kínaiaknál, annyit fontos. Végén húzolít rá. Attól függően, hogy mekkora nyesés van, attól függően változik ez. Na most nézzük meg, hogy hogyan pörgetek. Te is menjél oda, pörgetél kettőt. Nézzük meg, most én sok labdába nyomom. Nézzük meg, majd a sok labdára külön kitérünk, hogy hogy kell azt lebonyolítani az edzőknek. Tessék, kettőt, te is tessék, utána elmegy. Te tenyeres pedig, onnan. Te kezded, és utána te menj. Ők már gyorsan pörgetik, most próbáljátok meg csak farssal, hogy azt a legesleg kezdő mozdulatot, rövid félhosszanatot. Tehát így kell az elején az érzést a gyerekeknek belevinni, ez az. Így. Vékonyan föl. Tehát így kell ezt a, ez az az érzés, vagy ez az a találat, amit most ő csinált az utolsó poénban, amivel lehetett látni kicsit labda. Labdát olyan vékonyan kapja el, hogy ez nem ütés, hanem ez egy pörgés. Na most attól függően, ugye, hogy kínaiak ilyen kínai szoftan játszanak, látjuk, hogy ez a kínai szoft, ez egy kicsit felveszi a labdát. Én ezzel soplatázom, mert sokkal jobban meg tudom nyerni ezzel, mint a japán szoftokkal. És nekem külön ütő van a multilabdás edzése kínaiból. És a játékra meg a, ez Evolution, ez tipál. Ez az arra. És a kínaiak, miután jobban beragad, másfajta technikával pingpongoznak a nyese a pörgetésben, mint az európaiak, mert tovább betartják, és akkor úgy majdnem, hogy vastagabban, tehát vastagabban pörgetik rá. Ha valaki ilyen Európa, japán szoftan játszik, az a vékonyabban kapja el, tehát, hogy mondjam, annak a technikáját mondom én, nem a kínai technikát. Tehát ez a finom, vékony találat az nagyon-nagyon. Na, hogy lehet azt fejleszteni, azt, hogy az a gyerek vékonyan találja? Mindenképpen úgy, hogy te ide jössz, mint edző, és fél hosszukat, hogy éppen kicsúszottat adjál, mert akkor nem lehet puff belevágni egy tiszta erővel, hanem fél hosszút, és akkor muszáj neki előbb-utóbb a falsra rámenni. Na, jöjjön már ide valaki, aki... És akkor megmutatom, hogy, hogy kell használni a sok labdára az ütőt, hogy kell tartani. Gyere már ki te. Jó, tessék, nézzük meg. Most az a feladatod, pályát elkapod. Na, itt nem kell sokat mozogni. Az a feladatod, hogy ezzel az, ha elfogadod ezt, most ezzel a... Tehát úgy nyert, hogy van egy srác, aki de nem tudja még jól eltalálni a labdát, és úgy csinálja, hogy meg tudja tanulni ezt a finom, fals játékot. Ő az, tehát ő a bandi. Na, akkor mi a gond? Nem jól adod a labdát. Ezt kéne megtanulni. Nem, én azért mondom,
hogy meg szeretném tanítani nektek körülbelül, hogy hogy kell az ütőt fogni, és hogy kell a sok labdát adni. Mert ha ezt meg tudjátok csinálni, akkor meg tudjátok pörgetni, tanítani a gyerekeket. Pontos? Így legyen az ütőt, párhuzamosan az asztalban. Kicsit pattanjon fel, ne ilyen magasra is innen fentről, hanem ilyen lentről, és így gyerek. Kicsit pattan fel, és egy kicsit, kicsit, és kicsit. Próbálj meg így. Na, sokkal jobb, ugye? De próbáld, ne pattanj, próbáld úgy irányítani, hogy kicsúszol. És nyert. Ez az, próbáljuk. Bocs. Magas, egy kicsit magasabban, ne pattanj olyan magas. Ez nagyon ember. Túl rövid, mert a szegény összetöri az ütőt. Nem érzem, hogy szokták. Mert szokták, pedig ezt érezd, ezt a szoktól. Ez nem olyan gond, mert a másikkal nem tudsz annyi. Túl magas. Próbáld párhuzamosan az asztallal. Párhuzamosan, magas, párhuzamosabban. Jó, akkor valaki más próbálja meg. Ez nem szégyen, hanem ezt meg kell tanulni, én sem tudtam annak idején. Tehát ezt meg kell tanulni, és úgy tudsz majd jó edzést tartani, hogyha megtanulsz. Tehát ez olyan dolog, hogy még lehet, hogy egy nagy játékos sem. A Józsi az biztos egyenlőbb. Csináltad a fekete oldalt? Egyszer se csinálta. Nem csináltam itt ezt? Sok. Ez pedig megmondom. Hát azzal kell kezdeni, hogy vetek egy csomó lapát. Saját pénzben. Én megszokta házat. Látod? Látod már, hova dobtam a lapát? Pontosan. Eldobtam a lapát. Nem ezt a... Az ütőz kicsit tárgyalat a barát. Az kész. Már meg is van. Ez van. Na például. Hogy muszáj neki. Pars! Ott a pars! Így van! És hogyha... Ugye, és ezzel a kínai szoftal, vagy bármilyen kínai szoftal, az van olcsó kínai szoftal, 3000 forint körülbelül, akkor az elég egy másfél. Na például így kell tartani. Na most lehet ezt máshogy is. Tessék, gyere, nézzük meg, hogy jövő éte van hazamény, hogy hogyan nyomod a szót. De nem baj, hogy így leszokja. Mert ennek van értelme az, hogy én elkezdek itt össze-vissza beszélni sztorikat, vagy mindent, attól nem tart a szóbencés, nem? Mert a másik úgy. Hoppá. Ez, kis mozdulattal végül, párhuzamosan az asztal, párhuzamosan. Ez van, jó. Ez egy széle volt, hogy... Ez. Közben lenne egy olyan kérdés, hogy a mostani adókodóképekkel is szépen teljük információt. Mostani adogatógépek nagyon fontosak lehetnek, ugye, hogyha mondjuk hány gyereked van ez is? 15. Akkor be kell állítani egy gépet, beállítod neki, hogy mondjuk innen nyesés, innen nyesés, innen nyesés, és négy gyereket tud foglalkoztatni. De kell hozzá egy ember, aki melletted van, aki figyeli, meg kezeli a gépet, ugye? Így van. És akkor beállítod azt, hogy ne nagyon hosszú legyen éppen. Kicsúszol, és akkor négy gyereket utána. Te is négy gyereket tudsz foglalkoztatni, három vagy négy már tud egymással játszani. Hogy ez a kettő bácsi, hogy most a megpörgeti, elmegy. Jön a másik. Pörget. Megy a másik. Jó, köszönöm. Tehát... tanulságos. És ez, hogy mondjam, a gépet is lehet használni. Te is tudsz hármat, négyet, és akkor így megtudod a mozdulatokat. Tehát ott tartottunk, hogy a felpörgetésnél már mindenképpen be kell jönni az edzőnek, mint soklabdás partnernek. Mert például mondjuk
nézzük meg, hogy azonnal gyere, hogy milyen gyorsan lehet például alkalmazni a srácokat, most 2 percet adjatok rá, 3 percet meghajtom őket, mind a 2. Az a gyakorlat, hogy... Már a papírt nem is nézem, nem érdekes. Majd meglátjuk. Leraksz egyet röviden, lerakok vissza, oda kinyesed, megpörgeted, kimégy, tenyeres. Utána jön a másik. Utána jössz te azonnal. Nem mindig van, visszanyesed. Rossz a fogadásotok, hosszú, röviden kell. A pörgetés is benne van. És meghajtom, még egy kicsit 3 percet csináljuk, hogy a Szepesi kibicsuk, ott van, rosszalkodjon a srác, valami, hogy elbánadjunk. Bence, Bence vagy, ugye? Tehát meg lehet itt 3 embert is hajtani így, nincs ebből gond, sőt ezt kombinálni lehet kézzel dobott labdára. Most csináljuk egyet, most Attila tégére kicsit. Megrajzolok. Ugyanezt kinyesem oda, megpörgetett tenyeresre, és 3 labdát kap a tenyeres 2 harmadra. De azt már gyorsan. Fel kell gyorsítani a srácot, és még lassan csinál. Lehet ez gyorsan is. Ugye? Most már tudod, hogy a gyakorlat. Nem találtad el, gyere! Menj! Hogy? Hát arra is figyelni kell, hogy ahogy amit te leraktál, abban nincs nyesés. Le kéne szúrni. Tehát a lerakás fogtatásánál, a pötyögésnél, amit tartottunk, röviden pötyögünk. Tenyeresen. Mint meccsen, de röviden. Ugye azonnal beleszúrsz és visszakapod, tulajdonképpen ez a mozdulat a kínaiak csinálják nagyon jól. Beleszúr és visszakapja, és akkor rövid. Akkor tudsz rövidet tartani, nyesel. De amikor most csináltuk ezt a gyakorlatot, csak oda nyomtátok, nem volt benne semmi. Tehát a minőségre mindig vigyázni kell. Tehát itt tartottunk a pötyögésnél és a felpörgetésnél. Jön a másik pörgetés, amikor a nyesés után fölpörgeti, utána rápörgeti. Most ezt mindenképpen be kell hozni az edzőnek a szerepét, vagy a gépet beállítod nyesésre, és a második meg egy dobott labda. De az a legjobb, hogyha élőben csinálod. Tessék! Bence, lehet ezt úgy is dobni, hogy nem pattintod le kézből, a kínaiak úgy csinálják. Tehát, nyesett, tenyeres, a második meg dobott. Nyesett, dobott. Nyesett, dobott. Tehát lehet ezt így is csinálni, és nem kell lepattintani. Sőt, amikor már a lepörgetésnél, akkor pörgetve is lehet dobni. Tehát az a másik dobásnak a lényege a sok labdára, hogy olyan pörgetést tudsz dobni, hogy le a kalappal. 5 labdát dobok, ha valaki az 5 labdából 3-at visszadroppol, egy üveg sört fizetek azonnal utána neki. Jó? Próbáljuk meg, ki az, aki vállalkozik? Nem, hát jó, oké. Megnézzük, akkor a paternak fizetek. Jó? Gyerünk. Pörgess vissza. 1, 2, szép. 3, 4, most te, pörgesd, csak tenyeresre kapod, pörgesd. Igen. Ekkora pörgetést lehet beletenni, hogy 1 méteres autót pörget.
Tehát mindenfélét tud egy edző csinálni. Esni, pörgetni, dobni. Tehát nem egyszerű. Csinálunk egy olyat, hogy nyesek és dobok egy. Fontos. A testhelyzete nyeseknél nem kell annyira hátra menni, de ott is előre kell jönni. A felfele fázis után, a másiknál pedig csak előre kell dominálni. És onnan visszajön. Tehát egy nyeset. És testedre jössz elő. Testedre jössz elő. Testedre jössz elő. Nyeset. Még egyszer nyeset. Testeddel előre. Tested. Az ő teste nem mozog. Tehát itt például az alap hiba egyenes testen pörget. Ez Kínában nem felelnél meg. Nem haragszol, de ez az igazság. Nem Kínában. Lehet, hogy Karcagon megfelelsz, de Kínában nem felelsz. Ezzel a mozdulattal. Tehát jobban próbálj beledőlni. Na nézzük meg, Bence. Két különböző pörgetés lesz a nyesetből, meg a doborból. Nyesetből. Egyes. Most a dobot. Rá. Ez már jó. Nyeset. Dobor. Egyes. Látszik, hogy jól kapja el, és gyakoroltak. Ilyet most három fajta pörgetés lesz. Nyesett, dobott, pörgetett. Tehát hármat fog lepörgetni. Három különböző labdát. Nyesettet, dobottat, pörgetett. Pörgetettnél már nem volt, túl nagy volt az erő, és nem húzta újra. Nézzük meg. Nyesett, dobott, pörgetett. Most jól látom.